A rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel az intézményekben is rendkívüli nevelési rend került bevezetésre. Ettől függetlenül a gyermekek étkeztetését biztosítjuk. Minden szülő részére juttattunk el nyilatkozatot, melyben vállalták, illetve kérték a gyermekek étkezését, hasonlóan a nyári gyerekétkeztetéshez. Ennek igénylése folyamatos, tehát bárki úgy érzi, hogy a gyermekeinek az étkezését az intézménybe szeretné biztosítani, erre van lehetőség. Az intézményvezetőknél található ilyen nyilatkozat, illetve kérelem. Ezen kívül hétfőtől, azaz március 30-ától a Gordius intézmény biztosítja városunkban a rászorulóknak a népkonyhai étkeztetést. Két helyszínen, a Főutca 79, a Gyerekjóléti Intézmény udvarában lévő úgymond faházban található kis konyhába lesz ilyen ételosztás, illetve mentorházba mehetnek a jogosultak. Edényzetet nem kell vinni, biztosítjuk az egyszer használatos edényeket. Ennek a népkonyhai szolgáltatásnak a feltétele, hogy mindenféleképpen kérelmet kell kitölteni az alapadatokkal. Tehát kérjük, hogy mindenki a lakcímkártyáját és a TAJ kártyáját hozza magával, mert szükséges a nevén kívül születési helye, ideje, lakcíme és a társadalombiztosítási azonosító jele. Az még nagyon-nagyon fontos, hogy olyan személy részére tudjuk biztosítani ezt az ellátást, aki más szociális ellátásban nem részesül. A népkonyhai szolgáltatást kérelem kitöltésekor nyilatkozni kell arról, hogy ő szociálisan rászorult, illetve ami nagyon fontos, hogy mindenki személyesen kell, hogy átvegye az aznapi egyszeri meleg étkeztetést. Aki véletlenül, vagy sajnos mozgásában korlátozott, beteg vagy idős, egy későbbi házi orvosi javaslattal, de van lehetősége szociális étkezésre, akkor meghatalmazott elvéheti számára. Az ingyenes étkezés biztosításához szükséges kérelem kitöltése. Nyomtatványokat megtalálnak a mentorházban, a Szabadkai utca 60 szám alatt, a Gyerekjóléti Intézményben a Főutca 79 szám alatt, illetve a polgármesteri hivatalban itt a Főutca 82 szám alatt a portán, illetve a szociális osztályon az ügyintézők segítenek is ennek a kitöltésében.